Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelked. Mai szentmisét fölajánlom élő Ágostonért, Hangáért és Ábelért. A mis elén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket. Folytatjuk a 8. parancsolatot, amely úgy hangzik, ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy. Egyetértettem-e, támogattam-e akár szóban, akár viselkedésben bármilyen kirekesztő megnyilvánulást? Szoktam-e megszólni másokat? Keresem-e másokban a jót, vagy csak a rosszat veszem észre? Szoktam-e dicsekedni? Igényes vagyok-e abban, amit olvasok, vagy hallgatok? Betartom-e szavaimat, ígéreteimet? Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Krisztus,
Könyörögjünk. Istenünk, áraszt híveid szívébe kegyelmed világosságát, hogy bűneinket megbánva neked szenteljük magunkat. Adj nekünk istenfélő lelkületet, és hallgasd meg jóságosan esedezésünket, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Dániel próféta könyvéből. A babiloni fogság idején Nebukodonozor király elé hurcoltak három ifjút. Sidrák, Misák és Abdenágó volt a nevük. És a király kérdőre vonta őket. Igaz-e, hogy megvetitek isteneimet, és nem imádjátok az aranyszobrot, amelyet készítettem? Nos, hogyha fölharsan a kürt, a fuvola, és szól a hárfa, lant, koboz és citera, készek vagytok-e a szobor előtt leborulni és imádni azt? Mert hogyha nem, nyomban tüzes kemencébe vetlek titeket, és van-e olyan Isten, aki kezemből kiszabadít titeket? Sidrák, Misák és Abdenágó így felelt a királynak. Nem szükséges, ó király, hogy erre válaszoljunk neked. Ami Istenünk, akit tisztelünk, ki tud szabadítani minket az égő tüzes kemencéből és a te kezedből. De ha nem akarná is, tudd meg, király, hogy isteneidet akkor sem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet állítottál, nem imádjuk. Ekkor a király nagy haragra lobbant az ifjak ellen. Arca is elváltozott, és úgy rendelkezett, hogy a kemencét a szokásosnál hétszerte jobban fűtsék be. Majd meghagyta legerősebb katonáinak, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abdenágót, és vessék őket a tüzes kemencébe. Így is történt. Ők azonban sértetlenül jártak, keltek a lángok között, magasztalták Istent, aki Úr minden fölött. Ekkor a király megdöbbent, sietve felállt, és így szólt főembereihez. Nem, de három megkötözött ifjút dobtunk a tűzbe. Azok azt felelték, úgy van, nagy király. Ekkor a király így folytatta, én azonban négy férfiút látok, és ezek kötelékeiktől megszabadulva sértetlenül járnak, kelnek a lángokban. A negyedik éppen olyan, mint Isten angyala. Majd így fohászkodott. Áldott legyen Sidrák, Misák és Abdenágó istene, ki elküldte angyalát hű szolgái megmentésére. Ők csak benne bíztak egyedül, és nem hallgattak a király szavára. Kockára tették életüket, hogy az igaz Istenen kívül ne kelljen más Istent imádniuk és szolgálniuk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene. Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott a te dicsőséges szent neved. Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy templomodban dicsőséged szent helyét. Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy királyi trónodon. Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy, aki mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz. Dicséretre méltó és magasztos örökkön örökké. Áldott vagy az égből fölött,
dicsőség, Ura királya, Krisztus téged dicsérünk. Örök dicsőség, Ura királya, Krisztus téged dicsérünk. Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, és áldozatosságukkal üvöltünk hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik. Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Ők erre tiltakoztak. Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy szabadok leszünk? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom nektek, mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában, de a fiú ott marad mindvégig. Ha viszont Isten fia szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én azt hirdetem nektek, amit atyámnál láttam. Ti ellenben azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Erre közbevágtak a zsidók. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így folytatta. Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt, amit Ábrahám tett. De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt teszitek, amit atyáitok tettek. Ők azonban erősködtek. Mi nem vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van, az Isten. Jézus azonban megállapította. Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, hanem az Isten küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Áldunk egyet, Krisztus! Kedves testvéreim! Akárhányszor János evangéliumát olvasom, mindig megdöbbent az a mély teológia, ami ebben elrejtve van, és ha az ember olvassa, akkor feltárulkozik előtte. Ez a történet, amit hallottunk, ez a vita, beszéd, mondhatnánk annak is, bár úgy kezdődik, hogy a benne hívőkhöz szólt Jézus. Ez egyenes folytatása a tegnap elhangzottaknak, illetve a szombaton, vagy hétfőn szombaton elhangzott evangéliumi részletnek. Ebben a részben János evangélista a korai egyházba egyházhoz csatlakozott zsidókhoz szól elsősorban. Nekik magyarázza el, hogy mi a többlet az Ószövetséghez képest a Jézus Krisztusba vetett hitben. Mit nyújt tulajdonképpen a mózesi törvénnyel szemben Jézus tanítása? Azt mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Hát ez a többlet, és persze még ezen túl sok minden más is. Itt az igazság teológiai és nem logikai fogalom. Azt mutatja a szembeállítás is, mert ahogy olvassuk János evangéliumának első fejezetében, mert a törvényt Mózes adta, közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. Vagyis amit Isten az Ószövetségben nyújtott, azt fia küldetésében túlhaladta. Ez az igazság,
igényt támaszt az emberben, az emberrel szemben, mert erkölcsi állásfoglalásra készteti. Mint ahogy azt többször mondtam már, hogy tulajdonképpen a csodákkal kapcsolatban a csoda fölszólítja az embert, mégpedig hitre szólítja fel. Persze erre lehet nemleges választ is adni. Tehát erkölcsi állásfoglalásra készteti az embert. Meg kell tartani a tanítást, így megismeri az igazságot, amely az emberi lét teljességébe vezet. Ezt az igazságot csak azok érik el, akik nem állnak ellent a tanításnak, vagyis befogadják azt. Napokban hallottuk a szentírási részletben, hogy a főpapok és az írástudók, a farizeusok már megátalkodtak ebben a dologban, hogy megtagadják Jézus tanítását, magát a személyét is, és mindent, ami vele kapcsolatos. És hogy hová vezetett az. Ezáltal, ahogy azt tegnap is említettem, Jézus által megvalósított megváltásban részesedhet az ember. Ez az igazság. De mi az, amitől megszabadít ez az igazság? Az emberi létnek azon terheitől, amit úgy hívunk, hogy bűn, és ennek hozadékától, amit tegnap említettem, ugye, hogy a bűn, a sötétség és a halál légkörét árasztja magából. Ettől is megszabadít bennünket ez az igazság. Elsősorban ettől válik szabaddá az ember. Ugyanakkor megszabadít a tudatlanságtól és az ösztönök szolgaságától is. Aki hisz, Isten gyermeke lesz, ahogy ezt János szintén az első fejezetben emlegeti, és így kikerül a teremtményi rend szolgaságából. Jézus tehát sokkal többet ígér, mint amit az Ószövetségben kaphatott az ember. A zsidók a törvénytől várták a megigazulást és a megváltást. De a törvény mindössze eszköz volt, hogy eljussanak Jézus Krisztushoz. És hogy aztán Jézus Krisztus által ismerjék föl valóban az igazságot, amely, mint mondta, szabaddá teszi az embert. Az igazi szabadság tehát, illetve szabadsághoz tehát hozzátartozik a bűn kerülése, és annak tudata, hogy magasabb rendű érték hordozói vagyunk. Ezeknek felemelő hatása tulajdonképpen ellensúlyozza a bennünk a vágyak és az ösztönök kötöttségét. Vagyis Jézus Krisztus által urai lehetünk saját életünknek. De ezt ki kell hangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus által, nem nélküle, hogy majd én uralkodok saját magamon, az életemen, hanem csak is általa. Mert hogyha az előbbit próbáljuk meg, vagyis hogy magunk Jézus Krisztust kizárva ebből a dologból próbálunk meg az igazságra eljutni és azáltal szabaddá válni, tulajdonképpen magunkat helyezzük Isten helyébe, Jézus Krisztus helyébe. Ez pedig tulajdonképpen nem más, mint a gőg. Ettől nyilván olvakodnunk kell, és tudnunk kell azt, hogy valóban olyan dolgok örökösei vagyunk, Jézus, de csak Jézus Krisztus által, amely felemel bennünket abból a gödörből, abból a sötétségből és romlásból, amelybe a bűn bennünket beletaszít. Amen. Testvéreim, imádkozzunk bizalommal mennyei atyánkhoz, aki szent fiában elküldte hozzánk az igazságot. Istenünk, add meg egyházadnak az erőt, hogy rendületlenül hirdesse a világnak a szabadság örömhírét. Kérünk téged. Mennyei atyánk, add meg minden népnek és minden embernek a hit megvallásának szabadságát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Atyáink, Istene, ne engedd, hogy embereket gyilkoljanak meg azért, mert a te igazságodat hirdetik. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Irgalmas atyánk, add, hogy megismerjük az igazságot, és a szabad, és az szabaddá tegyen bennünket. Emberszerető Istenünk, add meg közösségünknek, hogy a mai napon is növekedhessék a szeretetben. Annak, akinek hatalma van, hogy megerősítsen minket az evangéliumban, az egyedül bölcs Istennek legyen tisztelet és dicsőség, Krisztus ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, eléd hozzuk a kenyeret és a bort, amelyeket azért ajándékoztál nekünk, hogy dicsőítésedre felajánljuk. Add kérünk, hogy lelkünk orvosságává legyenek Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te lelked. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható, örök Isten. Mert fiadnak üdvözítő szenvedése által az egész világ felismerte, milyen nagy hálával tartozunk néked. A kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon, és megfeszítve úrrá lett rajta. Ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt Urunknak vallunk téged, és újongva zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szented meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálunk, hirdetjük, Urunk, és hitavágunk fenntámadásokat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára, isteni tanítására, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökei. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol a mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Ami Úrunk Jézus Krisztus testének és a mennyek egyesítése. Váljék a szent áldozásban lelkünk üdvösségére. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Isten helyet adott nekünk szeretett fia országában, benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, gyógyítson meg minket a szent áldozás, tisztítsa meg szívünket a bűntől, és részesítsen örök oltalmadban. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével. Istenünk legyen.